Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. január 13-án, szerdán. A pontos idő 19 óra. Kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Ingyenes szájmaszkosztás. Boldog István évértékelője. Téli munkálatok. Több ezer maszkot készítettek el, illetve osztottak szét a mezőtúri önkéntesek. Szűcs Dániel alpolgármestere, a kezdeményezés ötletgazdája elmondta, a felvetést korábban ő is más településeken figyelte meg, majd a közösségi oldalán megosztott felhívására sok mezőtúri lakos jelentkezett. A járványhelyzethez kapcsolódóan ugye a polgármester úr kezdeményezésére egy maszkvarró csoport is megalakult. Több ezer maszkot készítettek. Erről a munkáról mit tudnál mondani a tévénézőknek? Nagyon érdekes volt, mert amikor a koronavírus helyzet megjelent Magyarországon, akkor több településen láttam, hogy valamilyen megoldást próbálnak arra keresni, hogy a maszkokhoz mielőbb hozzájussanak. Konkrétan Abony városában láttam ezt megvalósulni elsők között, közösségi összefogás keretében. Így hasonlóan én is kiírtam a Facebookra, hogy ha valaki ebben szeretne közreműködni, segíteni, annak várnánk a jelentkezését. Én megmondom, ezt nem gondoltam arra, hogy több mint 50 fő fog jelentkezni, és tényleg önzetlenül szabadidejüket feláldozva segítenek a mindennapokban, és folyik ez egyébként mind a mai napig. Az önkormányzat állt egyébként az alapanyagnak az árát, később egyébként mások is segíteni kívántak, tehát mások is beleszálltak ebbe, és az önkéntesek pedig varták folyamatosan a maszkokat, úgyhogy ezúton is szeretném nekik megköszönni ezt az önzetlen segítséget, amikor kellett tényleg első szóra jöttek, segítettek, és mindezt teszik a mai napig, és ahogyan elhangzott, több ezer maszk készült el, került jó helyre, gondolok itt egészségügyi és szociális intézményekhez, valamint később a városban élők számára ugye ingyenesen osztottuk, és fogjuk a későbbiekben is. A 2020-as év picit átalakította az életünket, fogalmazott Boldog István országgyűlési képviselő riportunkban. Képviselő úr a 2020-as év értékelésében kitért arra is, hogyhabár sok szempontból nehéz év is áll mögöttünk, lehettek a pandémia által szült helyzeteknek pozitívuma is. Rövid évértékelést szeretnék kérni képviselő úrtól. Ugye a járványhelyzet itt eléggé átírta a 2020-as esztendőt, és az idei karácsony, valamint a szilveszter is másképp fog telni, mint azt sokan tervezték. Ön hogy látja a társadalmi, gazdasági szempontból jelenleg az ország helyzetét? Hát ez egy nagyon nehéz év volt. Sok szempontból nehéz év volt. Átalakult az életünk. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha mindenki úgy élte meg ezt a nehéz helyzetet, ahogy én, vagy néhány ismerősöm, akikkel beszélgetek, vagy hallok híres embereket, hogy beszélgetnek, akkor egy kicsit, hogy mondjam, profitáltunk is ebből a bajból, mert nagy baj, főleg ott, ahol tragédiába is torkolt, óriási baj, és innen is részvétemet kívánom azoknak, akik elvesztették hozzátartozójukat ennek a pandémiának a következtében. De a másik oldalról, pont azért, mert nem lehet fesztiválokat, társas rendezvényeket szervezni, a tavasszal is, és most ősszel is, azt gondolom, hogy egy kicsit a családok jobban összetudtak jönni. Pontosan egy híres embertől hallottam valamelyik nap, ugye a saját esetemet mondjam, csak azért mondom, hogy a család, négy gyermek, meg ugye anyuka, apuka, azok úgy el voltak, és most minden este leülnek, együtt vacsoráznak, együtt beszélgetnek, és hát most karácsonyra készülve pedig minden este van egy valamilyen téma, ami a témába mindenki rakhatott bele valamit, és együtt kibeszélik. És ő is azt mondta, hogy
ez egy óriási jelentőségi dolog, hogy közelebb került a család egymáshoz. És hogyha ennek a nagy tragédiának, ennek a, ami a gazdaságot is tönketette, ami az életünket egészen megváltoztatta, sőt, személyes tragédiákat okozott, de ha egy ilyen hasznát nézzük, akkor én bízom benne, hogy mindenki talál valami kapaszkodót abban, hogy ha nagy is ez a baj, de legalább ennyi jó történt benne, hogy a család egy kicsit közelebb tudott kerülni egymáshoz, egy picit átalakult az életünk, és én tudom, hogy most mindenkinek nagyon nehéz lesz a karácsony, hiszen mi is évek óta úgy tartjuk a karácsonyt, hogy eljönnek a nagymamák, a rokonok, és összeülünk, és nagy ebéd, és ez most nem lesz. Nekünk vigyázni kell a nagymamákra, meg az összes rokonunkra. Úgyhogy most a Szenteste, meg a 24-e az úgy zajlik nálunk majd, mint mindig. A fiúk díszítik a fát, édesanyja készíti az ebédet. Én előtte 23-án megcsinálom a töltött káposztát a kemencében, reményem szerint. Elvileg megkaptam a közösségi kemencét, és ott megcsinálhatom a töltött káposztát. Tehát, de aztán 24-én este most nem lesz nagymama, nem megyünk nagymamához, nem hozzuk el nagymamákat, hanem csak magunkban ünneplünk, és majd a nagymamákat meglátogatjuk, de az már meg van beszélve, hogy csak maszkban, csak kívül beszélgetünk velük az udvaron. Szerencsére ugye megtehetjük, mert mindenki kertesházban, akik az udvaron beszélgetünk, és kicsit messze állunk egymástól, hogy tényleg nagyon-nagyon vigyázni kell. Én azt gondolom, hogy az idősek a legveszélyeztetettebbek, és azt is kérem mindenkitől, hogy lássa be, most, ha megtartóztatjuk magunkat, akkor jövőre együtt ünnepelhetünk a szeretteinkkel. Ha most nem vigyázunk, akkor előfordult az ellenkezője. És ez nagyon-nagyon nem lenne jó. Tehát én személyes példamutatással is szeretnék arra ösztönözni mindenkit, hogy nagyon-nagyon óvatosan ünnepeljen, és vigyázzon az idős szeretteire. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Ennyiben biztos, hogy egy kicsit más lesz ez a karácsony, és hát a szilveszter pedig csendesebb lesz. Azt mondják az állatvédők, hogy ők örülnek, mert a tűzijátékoktól, meg a petárdázástól nem fognak félni az állatok. Hát együtt lesz a család. Nem nagy buliba megy, nem wellnessezni megy a család, hanem együtt otthon, majd társasjátékoznak, mi is azt fogunk, beszélgetünk. Tehát egy kicsit más világot alakul. Talán ez a világ, ami most egy picit kialakult, ez hasonlít a szüleink, nagyszüleink világára, amikor még televízió se nagyon volt. Ugye? És akkor összeültek, beszélgettek. Most ez a világ van. Aztán bízunk benne, hogy évvégére megérkezik az oltás, és hát a jövő év elején minél hamarabb megtörténik ennek a beadása a lehető legtöbb embernek, aki csak kéri, és akkor túllendülünk ezen a nehéz szakaszon, és jövő ilyenkor már egy jó gazdasági év, mindenki számára egy fejlődő év, mivel lehetünk túl, és úgy készülhetünk Jézus születésének estéjére. Ráadásul az idei év különleges is, hiszen a csillagászok szerint a betlehemi csillagot hétfőn 5 órakor vagyis délnyugati tájban láthatjuk az égen, ha a meteorológia is úgy akarja. Én azt gondolom, hogy ez is egy jel arra, hogy Jézus azzal, hogy eljött közénk és elvitte a bűneinket, úgymond, ő magára vállalta a keresztfán, nekünk is nap mint nap meg kell tegyünk mindent, hogy a hitünkkel megszolgáljuk ezt a tettet, és azzal, hogy szeretjük embertársainkat, és vigyázunk rájuk. És ha tudunk adni másoknak, akkor adunk. Mert ez is egy nagyon fontos. Úgyhogy itt is, megtehetem, bár nagyon hosszú lettem, tudom, akkor még felhívnak mindenkit arra, hogyha tud segíteni másoknak, akár a jónak lenni jó akcióban, keleténből, akár máshogyan, akkor azt tegye meg. Tegye meg, mert ez egy nagyon fontos dolog. Higgyék el, sokkal jobb adni, mint kapni. Én mindig így éltem az életemet, és erre biztatok mindenkit. És áldott karácsony ünnepeket, és nagyon boldog új esztendőt kívánok mindenkinek.
Fel vagyunk készülve a téli síkúság mentesítése, de a hó még nem érkezett meg. Fogalmazott interjúnkban Papné Juhász Emília, az intézményellátó Kft. Ügyvezetője. Ügyvezető asszony az úszoda és a komp üzemeltetéséről is beszámolt televíziónknak, valamint arról, hogy hogyan is tervezik a 2021-es évet. Beköszöntött az új év január közepéhez közelítünk. Ebben az időszakban az intézményellátó Kft.-nek milyen feladatai vannak? Legfontosabb feladatunk a téli síkosságmentesítésre való felkészülés. Készen állunk, várjuk a havat. Gépeink rendben vannak, az ügyeleti szolgálatot megbeszéltük. Hát sajnos még a hó nem érkezett meg. Úgyhogy be is kelljen avatkoznunk, de teljes készültségben vagyunk. Illetve még a legfontosabb feladatunk ilyenkor a gajazási munkálatok, a megmaradt falevelek összeszedése, és hát sajnálattal tapasztaljuk, hogy nagyon nagy erőnket leköt a rendszeres illegális szemétlerakás. Úgyhogy most az okozza a legnagyobb problémát, hogy minél hamarabb kitakarítsuk a várost így az ünnepek után. Az úszoda, illetve a komp üzemeltetéséről milyen információkat tudna szolgálni a televízió nézőinek? A komp üzemeltetés a kedvezőtlen időjárás miatt nem lehetséges. Ugye már most sokkal hamarabbra előre hoztuk a komp indulást, régebben május 1-je volt az, amikor elindultunk. Most, hogyha az időjárás engedi, nincsenek nagy árvizek, március 15-i ünnepekkor el tudunk indulni, fel vagyunk készülve rá, január-februárban nem tervezünk indulást, de hogyha márciusban olyan lesz a vízrajzi helyzet, akkor szeretnénk március 15-én indulni. Az úszodával kapcsolatosan, ahogy véget ért az iskola, elkezdődött a téli szünet, úgy gondoltuk, hogy egy hónapra bezárjuk ezt takarékossági okokból is, illetve olyanokból, hogy most ugye rendelkezésünkre áll egy olyan személyi állomány, aki teljes körű festést tud az úszodába végezni. Ez már nagyon régen történt meg, ez a felújítási munka, egy 3-4 évvel ezelőtt, úgyhogy most a héten festési munkálatok folynak, utána egy nagyon erős savazási fertőtlenítés, és ugye a sportolók vehetik igénybe az úszodát még a jelenlegi érvényben lévő kormányrendelet alapján, 20-a, 22-23-a körül szeretnénk megnyitni számukra. Utána pedig várjuk, hogy kedvező intézkedések történjenek, hogy a lakosok is tudjanak jönni. Ha jól tudom, akkor február végén lesz vége a közfoglalkoztatási programnak. Erről mit tudhatunk? A start munkaprogram, illetve a hagyományos közfoglalkoztatás is február végén fog lejárni. Folyamatosan írjuk a pályázatunkat, javítjuk, ahogy igényli a pályázat kiíró. Most a finisébe vagyunk. Úgy néz ki, hogy a start munkaprogramban egy olyan 50-60 embert fogunk tudni foglalkoztatni márciustól, illetve a hagyományos közfoglalkoztatási programokról még úgy nincs információnk, ez attól fog függeni, hogy milyen keretet ad nekünk a belügyminisztérium, úgy arra is fogunk pályázni, és ott is lehetőségünk lesz olyan embereket foglalkoztatni, akik máshogy nem tudják megoldani a munkavégzésüket. Ez egy kiszámíthatatlan időszak. Az intézményellátó Kft. Hogyan tervezi ezt az évet? Nagyon nehéz helyzetben vagyunk a tervezéssel kapcsolatosan, mert ugye bennünket nagyon befolyásolnak a kormány intézkedései, illetve a kialakult járványhelyzet, hisz az uszoda nem tud működni, az uszoda a lakosság számára, ott van a vadászházunk, ott van kihasználatlanul a jégpályánk, a játszóházunk, a konyhánk sokkal kisebb üzemmódba üzemel, hisz a középiskolások nem járnak, úgyhogy nagyon nehéz a helyzet, nagyon nehéz így tervezni is, bizakodóak vagyunk. Köszönöm a munkatársaknak, hogy elfogadták ezt a helyzetet, és amennyiben szükség volt, más munkaterületeken végeztek munkát. Ez azért nagyon nagy kihívás volt számunkra, megszokatlan is, hogy ugye az úszómesterek is, hogy folyamatosan el legyenek látni munkával, el legyenek látva karbantartási vagy sofőri munkákat végeztek, ugyanúgy a büfések is, a vendéglátó egység dolgozói is takarítási munkálatokat végeztek.
Ezt nagyon-nagyon köszönöm nekik. Örülök, hogy úgy tudtuk megúszni ezt a helyzetet, hogy munkavállalót elküldeni nem kellett, illetve bércsökkentés sem történt, óracsökkentés sem. Mindenkinek találunk munkát. Nagyon úgy tervezünk, hogy amennyiben lehetőségünk lesz rá, akkor elindítunk mindent, amit csak lehet. Nagyon szeretnénk akár a korcsolyapályát, ha minél hamarabb ki tudnák használni. A játszóházba az új játékokat még nem is tudták igénybe venni, illetve van egy nyertes pályázatunk, ahol két saját rendezvényt is terveztünk. Ez egy strandnyitó és egy strandzáró rendezvény lenne, meg is van már a forgatókönyve, hogy mit szeretnénk. Hát nagyon reméljük, hogy erre lehetőségünk lesz, és várjuk, hogy a járvány kedvezőbb fordulatot vegyen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túli Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap ismerjük Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!